Sziasztok! A korábbi videókban megérkeztünk a gyönyörű és különleges Villa de Leyva városába, körbejártuk a helyi piacokat, és sok különleges finomságot kóstoltunk meg. De ma valami nagyon szokatlan és furcsa helyre megyünk. Ha kíváncsi vagy, hogy hová, tarts velem! Most megyünk a terrakotta házhoz, majd meglátjátok, hogy milyen érdekes lesz. A hely, ahol megszálltunk, a város szélén van, de a véletlen vagy éppen a szerencse folytán csupán csak 10 perc sétányira a különleges terrakotta háztól. Amíg sétálunk, mesélek nektek. Ez a ház a kinézete mellett arról híres, hogy minden eleme, vagyis az egész épület agyagból van. Maga a neve, terrakotta is azt jelenti, hogy földház. Ez a hely szerintem egy szürreális világba repíti az embert, ahol lehetőségünk van átélni, hogy milyen egy óriási, kézműves kerámia alkotásban lenni. A Casa Terrakotta egy olyan remek mű, amiben a négy elemet, a földet, a levegőt, a vizet és a tüzet használták fel, hogy megalkossák. És nem mellesleg ez a világ legnagyobb kerámia alkotása. Az építő a kolumbiai Octavio Mendoza Morales, aki keramikus és építész is. Ezt az elképesztő 500 négyzetméteres lakóházat csak agyagból készítette. A nyers földrétegeket apránként építették kézzel, tapasztották vagy téglaformában rakták egymásra és lassan hagyták kiszáradni a nap és a szél segítségével. Ezután részenként kiégették, mert ez az, ami a legnagyobb ellenállást adja a kerámiának. Egy résznek a kiégetése 30 napig tartott, és utána még 30 napig hagyták kihűlni. Mivel a falak nagyon vastagok, így csak 7-8 cm-ig tudták kiégetni őket, így belül nyers föld van. Az építéshez az ötletet Mendoza unokahúga adta, aki feltette azt az egyszerű kérdést, hogy ha szeret házakat építeni és kerámia tárgyakat készíteni, akkor vajon lehetséges lenne házat építeni kerámiából? És ez, mint egy kihívás, azonnal fellelkesítette az építőt és bele is kezdett a tervezésbe. Az építész azt vallja, hogy sokkal egészségesebb földből készült házakban élni, mint vas, beton vagy műanyag épületekben. A legtöbb modern ház olyan alapanyagokból épül, amik egészségtelenek, és mivel a részecskéik folyamatosan morzsolódnak, ez megbetegíti az embereket. Nagyon sok ház van Kolumbiában és szerte a világban, ami nyers földből, vályokból épült, és még ma is áll. A föld nappal összegyűjti a nap energiáját és melegét. Megtartja azt, és éjszaka apránként visszaáramoltatja, így ha hideg van odakint, bent, akkor sem fogunk házni, ha földházban élünk. Ezért is építenek a hidegebb régiókban élő kolumbiai emberek földházakat. A ház formája Mendoza természetes építészeti megközelítését is tükrözi. A falak úgy dőlnek és görbülnek, mint ahogy a környező dombok gördülnek a horizont felé. A házat, ami 20 évig épült, eredetileg magának és a családjának építette Mendoza. De annyi turista kezdett ide özönleni és nézelődni, hogy így élhetetlenné vált, és turisztikai látványosság lett belőle. A ház mellett egy kisebb, ugyanilyen földházban él Mendoza és családja, bár nem állandó jelleggel. Most menjünk be és nézzük meg belülről is ezt a különleges építményt. Az épület belseje légies, hatalmas terekkel rendelkezik. Mindenhol oldalt és fent is hatalmas ablakok vannak, így könnyedén bejut a természetes fény. A bútorok, asztalok, polcok, székek és az ágyak is mind-mind agyagból vannak. Ez itt az étkező és konyha rész. Ez itt egy kis kamra. Az épületben egyedi, különleges alkotások és szobrok vannak, amik mind a természetet idézik. Az épületben vannak olyan részek, amik kifejezetten labirintusosak, már-már barlangra emlékeztetnek. Ezeken keresztül juthatunk be egyik helyiségből a másikba.
És további érdekesség még, hogy sehol nincsenek ajtók. Az ágyakat és polcokat mindenütt gyékényborítás fedi. A fürdőszobákban és mellékhelyiségekben pedig gyönyörű, egyedi mozaik csempe van. Szerintem ebben a házban minden egyes helyiség egy külön műalkotás. És ahogy már biztos nektek is feltűnt, elég sok mellékhelyiség és fürdőszoba található az épületben. Még némelyik fürdőszobában is van, hogy felülről jön kis ablakokon a természetes napfény. Most menjünk fel és nézzük meg a nagy hálószobát, ami szintén nagyon tágas, zeges, zugos, sok-sok ablakkal, és egy hatalmas, gyékénnyel borított ágyjal. Innen több irányba is elindulhatunk, és mindenhol újabb és újabb helyiségek várnak ránk, illetve több terasz, melyek közül vannak kisebbek, mint ez. Nagyobb teraszok is vannak, mint amit most látunk, és ezen a lépcsőn felmehetünk az építmény tetejére. Közben leszállt ide egy arapapagáj pár. Az arapapagájok kedves, élénk, hangos és nagyon kíváncsi természetű lények. Hát szia! Úristen, de gyönyörűek vagytok! Ez a papagáj pár itt él szabadon, és most ide repültek kíváncsiskodni. És nekik köszönhetően egy nagy vágyam teljesült, hiszen nagyon szeretem az állatokat is, és különösen örülök, hogyha szabadnak láthatom őket. Így az, hogy ez a két madár ide repült, megtiszteltetés és egy hatalmas, boldogsággal teli élmény volt számomra. De térjünk is vissza a ház legfelső teraszához, vagyis a tetejéhez. Az a kiálló kis torony mire emlékeztet titeket? Azt kell, hogy mondjam, hogy ez pontosan az, amire gondoltok. Egy férfi nemi szerv. Az építő elképzelése szerint ebben csúcsosodik ki a hely természet közelisége, és arra hivatott, hogy megtermékenyítse földanyát. Aki a földön fekszik, meztelenül. Nekem erről valami egészen más jut eszembe, ami nem feltétlenül egy pozitív dolog, de valószínűleg csak én látom bele ebbe a kompozícióba, és emiatt ez a része egyáltalán nem tetszik. Egyébként a hely maga csodálatos, és hát ha valamit, akkor ezt mindenképp érdemes megnézni, mert tényleg nagyon-nagyon különleges. Villa de Leyva szintén egy igazán különleges és csodálatos hely, ami biztosan nem a nyugalomról és a csendről híres. Igyekeztem a csendesebb, békésebb pillanatokat és helyeket levideózni, de egyébként rengeteg a turista, és a kis utcák között iszonyúan sok autó jön és megy, emiatt hatalmas a zaj, és a rengeteg autó kipufogó gáza sem éppen kellemes. Szóval azt hiszem, nekem ennyi éppen elég is volt Villa de Leyvából, és holnap tovább indulok. De most még nem árulom el, hogy hová. Hétfőn úgyis megtudjátok. Most még utoljára sétálunk egyet este a város utcáin, és megnézzük, meghallgatjuk, hogy milyen az éjszakai élet. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok, és örömteli napokat kívánok nektek. Találkozunk hétfőn.